42 millió brit választópolgár döntett tehát az ország sorsáról. Az utolsó felmérések szerint a maradást támogatók nagyon csekély többségben vannak, de a brit fogadóirodák a maradást látják esélyesebbnek, a kilépést csak 25% körül valószínűsítik. A piacok pedig kivárnak. Soros György üzletember arra figyelmeztetett, hogy az angol font nagyot zuhanhat egy esetleges kilépés hírére. A brit uniós tagságról szóló népszavazás előtti utolsó felméréseken a közvéleménykutatók többsége a bennmaradás párti tábor néhány százalékos előnyét mérte. A bizonytalanok magas aránya miatt azonban a szavazás eredmény nyitott, így a kampány a szavazást megelőző napon is teljes lendülettel zajlott. A politikusok az utolsó órákban is az országot járták. Félelemkeltéssel vádolták egymást a népszavazás előtti utolsó televíziós vitán is a résztvevők. A bennmaradás párti politikusok szerint rémhírt terjesztenek azok a szórólapok, amelyek azt állítják, hogy Törökország hamarosan csatlakozik az Unióhoz. A legélesebben az új londoni polgármester fogalmazott. Ön azzal ijeszgeti az embereket, hogy hazugságokat mond nekik. Törökország nem fog a közeljövőben csatlakozni az Európai Unióhoz. Boris, ön hazudik és ijeszgeti az embereket. Adófizetők pénzéből készített egy szórólapot, amint Törökország mint uniós tagállam szerepel, Szíria és Irak pedig mint az új szomszédaink. Ez rémhírterjesztés, és szégyelje magát ezért Boris, mondta a londoni polgármester. A kilépés párti kampányt a konzervatív Boris Johnson vezeti, aki korábban szintén London város vezetője volt. Szerintem nem igaz, hogy Nagy-Britannia rosszul járna a különválással. Épp ellenkezőleg, szerinte a jelenlegi helyzet akadályozza az ország fejlődését. A kereskedelmi politikánkat teljes egészében átadtuk az Európai Bizottságnak, ahol a tagoknak csupán 3,6%-a képviseli Nagy-Britanniát. Nem csoda, hogy képtelenek voltak elfogadható szabad kereskedelmi egyezményeket tető alá hozni Kínával és más nagy világgazdasági szereplőkkel, köztük az Egyesült Államokkal, mondta a volt londoni polgármester. A skót konzervatív vezető sem állt ki Boris Johnson mellett. A skótok között a legnagyobb a maradás pártiak aránya. A brit munkahelyekről beszélünk, és ebben Skócia áll a legjobban. Nálunk a legmagasabb a munkavállalók aránya. Ezért egyáltalán nem igaz, hogy az Európai Unió elveszi a munkahelyeinket, amint az Boris Johnson állította, mondta a skót konzervatívok vezetője. A piacok is feszülten várják a népszavazás eredményét. Soros György, aki 1992-ben megrendítette az angol font árfolyamát, most arra figyelmeztetett, hogy a brit kilépés esetén a valuta még súlyosabb veszteségeket szenvedhet. A milliárdos befektető szerint a font árfolyama akár 25-30%-kal is zuhanhat egyetlen nap alatt.